Ünnepség, egy éve kapott városi rangot Nyírbogát megünnepelték. Földművelők emléknapja idén Tuzsér, az Alma hazája adott otthont a rendezvénynek. Szántóverseny, a legjobb mezőgazdászokat keresték Baktalóránt házán. Egy éve kapott városi rangot Nyírbogát, a történelmi eseményre nagyszabású ünnepséggel emlékeztek pénteken a településen. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az egyéves évfordulón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a folyamatos fejlesztések és a közösség összetartó ereje emelte városi rangra Nyírbogátot. Az ünnepi alkalmon városi elismeréseket is adományoztak azoknak, akik sokat tettek a településért. Ünnepélyes zászlóbevonulással kezdődött a megemlékezés a városi iskola tornacsarnokában. Ez a létesítmény is jelképe lehetett a fejlődésnek, amelynek eredménye lett a városi rang megszerzése. A település polgármestere úgy fogalmazott, a városlakók összetartó ereje élteti őket. Talán a közösség ereje az, ami egy várost életre kelt. Mert lehetnek fejlesztések, lehetnek beruházások, építhetünk utakat, iskolát újíthatunk fel, de ha ezt nem tudjuk megtölteni lélekkel, nem tudjuk megtölteni emberekkel, akkor az mit sem ér. Mi itt Nyírbogáton, és én, mint polgármester, talán azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy mi városok lettünk, hogy egy vonzó településsé váltunk a környező települések között, és elmondhatjuk, hogy ma már egyre több fiatal itt képzeli el a jövőjét, mert számára ez a hely vonzó lett. Tánccal, zenével köszöntötték az egyéves évfordulót. A rendezvényen Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, a térségben folyamatos a fejlődés. Ahogy haladunk az országba, településről településre láthatjuk ennek a elkötelezett munkának az eredményét. És büszkék lehetünk, merem mondani, mint ennek a választókerületnek lakója, büszkék lehetünk arra, hogy tudunk együtt gondolkodni, hagyományokat tisztelni, értéket teremteni. Talán ezek a legfontosabb ismérvei a magyar embernek és a szabolcsiaknak. Bármennyire is nehéz időket élünk, mert az aszály olyan aszály sújtja az agráriumot, amire talán soha nem volt példa. Hogy ember emlékezett óta nem volt talán arra, hogy a szomszédunkban háború dúl. Hogy olyan energiahelyzet alakul ki, ami valóban megnehezíti mindannyiunk életét. De kell a mindennapokban egy olyan időpillanat, amikor megállunk és visszanézünk, és kiértékeljük. Ez az a nap Nyírbogáton, ami alkalmassá teszi arra, hogy kiértékeljük az elért eredményeket, és örülni tudjunk egymásnak. Ezért kívánom, hogy sok ilyen alkalom legyen Nyírbogát életében, sokszor lehessen szalagot vágni a fejlődésen, nem csak Nyírbogáton, hanem a környéken. Az ünnepségen felszólalt Soltész Miklós államtitkár is, aki hosszan sorolta azokat a fejlesztéseket, amelyeket a város az elmúlt időszakban megvalósított. Érdemes volt 8 évvel ezelőtt összefogni sok-sok mindenért. Útfelújítások történtek közel 2 milliárd forintért. Gyermekeket, fiatalokat, az őket szolgálókat, így a családokat is nagymértékben segítette sok-sok beruházás. Gyermekvédelmi központ, bölcsöde, védőnői szolgálat, óvoda, biztos kezdett gyerekház, iskola, és ez a csodálatos tornaterem, melyet sok-sok település megirigyelhetne. Valami már elkészült, megépült, valami pedig még most is építés alatt áll. Mint ahogy az energetikai beruházások, melyre sajnos még inkább olyan szükség van a mai világban. Közmű és vízcsatorna beruházások, és ami legalább ilyen fontos, az idősellátás, a szociális területen lévő beruházások, de hogy beérkeztem a városban, örömmel láttam, hogy az egyházi beruházások is fontosak, hiszen szépülő, illetve épülő templomok mutatják ennek a kisvárosnak az erejét. Elismerést vehetett át az ünnepségen Úsz Illés, a Technológiai és Ipari Minisztérium kabinetvezetője, a Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Kölcsei Televízió ügyvezetője is. Azt gondolom, hogy egy ilyen díj az általában egy közösségnek a háláját fejezi ki, valami olyan munkáért, amit egy ember egyedül biztos, hogy nem tud
elvégezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a díj az én személyen keresztül, ugyanaz én nevem áll rajta, de az én személyemen keresztül annak a közösségnek is szól, amit én képviselek, legyen ez szó akár a megyei televízióról, vagy akár a megyei fejlesztési ügynökségről. És hát természetesen büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és elismerték azt a munkát, amit végzünk a megyért. A térség országgyűlési képviselője, aki korábban 2001 és 2014 között polgármestere is volt a településnek, úgy fogalmazott, a kormányzat és az önkormányzat minden nap azon dolgozik, hogy könnyítsen a városlakók életén. Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy Magyarország annyit fejlődött az elmúlt néhány év alatt, mint sohasem, és ennek részese a választókerület, a 33 település, és részese Nyírbogát is. És ezzel a fejlődéssel tudjuk szolgálni az itt élőket, tudjuk az életüket egy kicsit könnyebbé tenni, hiszen ez a politikának a lényege, hogy kedvezzünk a közösségeknek, hogy könnyebb életük legyen, és az élet megpróbáltatásain túl tudjanak lenni. Nyírbogát egy éve város. A településen 3100-an élnek. Először adott otthont a gyümölcs termesztő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a földművesek emléknapjának. A választás Tuzsérra esett, mert a településnek 300 éves múltja van az almatermesztésben, ráadásul 2018-ban nemzeti, tavaly pedig uniós oltalmat kapott az itt termesztett gyümölcs. A rendezvényen elhangzott, nehéz időszakban mutatkozik meg igazán, hogy az agráriumban dolgozók milyen fontos szereplői a nemzetgazdaságnak és nélkülözhetetlen tagjai a hétköznapjainknak. A gazdatársadalom elismerésének ünnepnapjaként emlegetik a földművesek napját, amelyet idén 6. alkalommal szerveztek meg. A Tuzséron tartott ünnepségen elhangzott, ez az elismerés ma fontosabb és aktuálisabb, mint ezt pár évvel ezelőtt a rendezvény életre hívásakor gondolták. A háború, az infláció és az aszály miatt ugyanis központi téma lett az élelmiszerbiztonság, és így a gazdálkodók munkája is. Egyszerű kis támogatásokkal ezt nem is lehet kezelni. Hitelmoratóriumot biztosítottunk éppen ezért azoknak, akik most dönteniük kell, hogy termelnek, vagy éppen a hitelt fizetik, így 2023 végig számukra ezt biztosítottuk. Az állattartóknál, nem termett meg a tömegtakarmány, és ez óriási probléma, hiszen a kérődzők, szarvasmarhák, juhok számára lényegben nincs meg a szállás takarmány, nekik egy szállítási támogatást biztosítottunk, mert valahol az országban máshol megtermett. Az asszálybiztosítások kapcsán léptünk, új rendkívüli kamattámogatási hitelprogramot indítottunk, tehát próbálunk több oldalról olyan eszközöket bevetni, ami segítséget nyújthat átvészelni ezt az időszakot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régóta az ország egyik meghatározó mezőgazdasági térsége. Az itteniek mindig minden körülmények között helytáltak, az elmúlt években is. Ami a legfontosabb az ember életében az, hogy életben maradjon, hogy egyen. Enni kell. És hát ahhoz, hogy tudjunk enni, ahhoz az élelmiszert meg kell termelni. És ehhez pedig kellenek olyan emberek, akik ebben az ágazatban tevékenykednek, és ez az ágazat ráadásul az az ágazat, ahol nem lehet elmenni igazából szabadságra, nem lehet elmenni home office-ba, hanem ott kell lenni, és ha jó idő van, ha rossz idő van, akkor kint kell lenni a földeken, és ezért mi mindenképpen köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik az élelmet a családjaink asztalára teszik, úgyhogy a földművesek napja itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt Tuzséron nekünk erről szól. A tuzséri almát becsben tartják, roppanékony, ízes, és a Tisza közelsége miatt teljesen más a beltartalma, mint egy homokon termelt almának. A több száz éves múlttal rendelkező termesztésnek köszönhetően választották idén Tuzsért a rendezvény helyszínéül. 300 évvel ezelőtt már Tuzséron almát termeltek, és ugye Tuzsért azért úgy emlegetjük, hogy Tuzsér az alma hazája, hiszen a 1900-as évek kezdetén, 1890 pontosan a Jonathan almát behozták Amerikából. A Jonathan almát ugye itt kezdték el nemesíteni, és itt telepítettek nagyobb mennyiségbe, és 1910-es években már Amerikában mi szállítottunk vissza a Jonathan almát, tehát innen lett exportálva a Tuzséri hercegség felirattal. És mi ezeket a hagyományokat nagy tisztelettel és nagy szeretettel megőrizzük természetesen, és mai napig is komoly almatermesztéssel foglalkozik Tuzsér település,
gazdái, illetve a környék település gazdái. Ezért és a máig termést biztosító 120 ezer almafa miatt jogosan nevezik tehát a települést az alma hazájának, amelyre a község önkormányzata is büszke lehet. Picit hozzá vagyunk szokva az idén ezekhez a rendezvényekhez, és ugye a Lónyai családnak, a Lónyai Mennyérnek a 200. születésnapján Lónyai évet tartunk, tulajdonképpen egész évben rendezvények sorozata valósul meg Tuzséron, és hát azért érdekes ez, mert az alma termesztés éppen a Lónyai családnak köszönhető, tehát az alapokat ők rakták le, azt is mondhatnánk, hogy Tuzsér almás hírnevét a Lónyai családnak köszönhetjük, és most ez egy olyan rendezvény, amikor a nevük itt is el fog hangozni. A tuzséri alma 2018 óta nemzeti oltalom alatt áll, sőt, tavaly az uniós oltalmat is megkapta. Ez nem csak a határközeli településnek, az egész megyének nagy elismerés. Az idei alma termés azonban jóval várakozáson aluli lesz. Talán az utolsó 10 év leggyengébb termésére kell, hogy számítsunk. Már módosítottuk is az elvárásainkat, és pedig azok is az átlag termésnek fele volt, és most ezt a 300-320 ezer tonnát már visszavittük 250 ezer tonnára. Átlagos években ez 600 fölött szokott lenni, 650 ezer, de volt már 900 ezer is. Nagyon rossz termések vannak. A tuzsai szempontjából pedig nagyon örülök annak, hogy az almát felhoztuk. Ez a tuzséri embereknek a szorgalma, és ha kimennénk a határba, meglátnánk, hogy mennyire rendezettek itt a mezőgazdasági területek. A rendezvényen szó esett az alma várható áráról is. A léalma 42 forinttal indult, az étkezési alma pedig 130-180 forint körül mozog. Bár betakarítási időszakban ez nem rossz, az árak tovább emelkedhetnek majd a mennyiséghiány és a minőségi problémák miatt. Ismét változtak a koronavírussal kapcsolatos karantén szabályok. Ha egy diák vagy tanár gyanús tüneteket mutat, antigén gyors tesztet vagy PCR tesztet kell végezni, a koronavírus fertőzöttre pedig 7 napos karantén vár. Ha a karantén negyedik napján már nincs láza és a légúti tünetek is megszűntek, antigén gyors tesztet végeztethet. Ha az negatív, az 5. napon az illető már bemehet az iskolába. Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a gyógyszertári tesztet nem fogadják el, csak a hivatalos egészségügyi személyzet által elvégzett antigén gyors tesztet. Fontos módosítás az is, hogy azok a tünetmentes diákok és tanárok is bemehetnek az iskolába, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttel. Ebben az esetben 5 napig kötelező maszkot viselniük az intézményben. A változtatás egyik következménye az, hogy így nem kerülnek egész osztályok karanténba egy-egy fertőzött tanuló vagy tanár miatt. Járvány után vissza a mezőgazdasághoz, forma egy a szántóföldön. Így foglalta össze a Baktalóránt házán rendezett szántóverseny lényegét az esemény főbírója. Az Északi Agrárszakképzési Centrum immár 5. alkalommal szervezte meg az eseményt, 8 iskola tanulója mérte össze tudását, de itt a gyorsaság helyett a pontosságra kellett figyelnie elsősorban a résztvevőknek. Ritka, hogy ennyi traktor dolgozzon egyszerre egy ekkora földterületen, de ritka az is, hogy ennyien figyeljék a munkát. Az Északi Agrárszakképzési Centrum iskoláinak tanulói szántották fel a talajt, de nem volt mindegy hogyan, munkájukat ugyanis bírók minősítették. Perccel Bertalan Putnokról érkezett a Vai Ádám mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolánál rendezett versenyre. Nem volt igazán elégedett a szántásával, mint mondta, számára szokatlan volt a talaj állaga. Úgy készültünk a versenyre, ugye, hogy otthon próbálgattuk, csak ott teljesen más, ugye a talajviszontagságok, nem megy bele, ezek itt belemegy, mert homokos, és itt azt szerint pontoznak, hogy a zeke hogy megy, milyen szépen borít, meg ilyesmi, hogy milyen egyenes, hát most ez így sikerült nekem. Barázda egyenesség, ekeméség. Többek között ezeket a paramétereket vizsgálták a bírók a versenyzők szántása közben. Itt nem a gyorsaság, hanem a pontosság volt az elsődleges szempont. Szokták mondani, hogy ez a verseny, ez ilyen forma egy a szántóföldön. Itt is vannak szabályok, amit a bírák értékelnek. A lényeg az, hogy itt nem a gyorsaság számít, hanem a munkaminőség. Tehát nem az a versenyző nyer, aki legelőször teljesítésbe ér a célba, hanem a pontozás szerint. 10 szempont alapján pontozunk, és vannak különböző időelemek, amiket azért figyelembe veszünk.
meg vannak úgynevezett büntető pontok, tehát hogyha rossz a mélységtartás, túllépi a határidőket, egyéb ilyen szabálytalanságokból van levonás. Na most ezt a srácok így gyakorolják, szerencsére jó a terület, kaptunk csapadékot, jó a tarló, és ügyesen dolgozgatnak. Vannak kritikus elemek, ugye, amíg szokták mondani az elején, mindenki ott kezdi a gyakorlást, a nyitó barázdát úgy helyek közben még jól meg tudják csinálni. A visszamenettel, a nyitó barázda visszamenettel már probléma van, mert nem mindig a helyes vonalon vezetik a traktort. A szántóversenyt már 5. alkalommal rendezte meg az Északi Agrárszakképzési Centrum, mindig más-más helyszínen. A 10 iskolát magába foglaló intézmény rendszeresen megméretteti a tanulókat, akik így gyakorlatias feladatokban mutathatják meg tudásukat. A induláskori szándék az az volt, hogy ne csak az erőgépekkel történő szántás bemutatása történjen meg, hanem lovas lóval történő szántás a hagyománynak megfelelően, sőt, mi több az ifjúsági kategória mellett felnőtt kategória is volt, és ezt szeretnénk majd a jövőben újraéleszteni. Az 5. észak-alföldi középiskolások szántóversenyét az Északi Agrárszakképzési Centrum Hajdúböszörményi iskolájának tanulója Csató Kristóf Zsolt nyerte. Egy hír a fürdőzés szerelmeseinek. Kedden lehet idén utoljára használni a nyíregyházi tófürdőt. Szerdától erre a szezonra bezár a létesítmény. Erről küldött közleményt az üzemeltető Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Magabiztos 6-1-es győzelmet aratott az Újpest a Máté Szalka otthonában a MOL Magyar Kupa főtáblájának 3. fordulójában. A veresség ellenére a hazaiak vezető edzője Kis Tamás a mérkőzést követően büszke volt csapata teljesítményére és arra, hogy vezetést tudtak szerezni az MB1-es ellenfél ellen. A Kisvárda és a Nyíregyháza is pályára lépett a kupában, előbbi a BVSC Zuglót, utóbbi a Monostorpáit múlta felül 2-0-ra. Vendég védőjátékos, és jöhet újra balra, helyzet és lehetőség. És Buffett 11-es, Sárosi Máté bomba gólja korán talpra ugrasztotta a szurkolókat a Máté Szalkai pálya mellett. A mérkőzés 6. percében hatalmas meglepetésre Kis Tamás együttese szerezte meg a vezetést az MB1-es Újpest ellen. A hazai előny egészen a 21. percig tartott ki, majd a lilák a 25. percben tudták megfordítani az állást. Az első félidő 3-1-es Újpest vezetéssel zárult, a második játék részben pedig a vendégek újabb 3 gólt lőttek, így magabiztos 6-1-es győzelmet arattak. A hazaiak vezetőedzője a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére. Csak annyit kértem a játékosaimtól, hogy egy felszabadult, önbizalommal tele és teher nélküli játékot vigyünk ki a pályára, és mutassuk meg, ami bennünk van. Ez jól is indult ugye a mérkőzés, sőt azt mondom, ilyen 15-20 percig jól tartottuk magunkat, és amit elterveztük, azt jól csináltuk, hiszen rengeteg ívelésre tudtuk kényszeríteni az Újpestet, és azokat jól reagáltuk. Nyilván utána azért mind fizikálisan, mind akár gyorsaságban fölénk nőttek, és ugye ki tudták használni azt a különbséget, ami a két osztály között van. Természetesen reálisan látjuk a dolgokat, és ennyi különbség van a két csapat közt, ez egyértelmű, de én mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen szinten képviseltük Máté Szalkát. A Máté Szalkaiak csapatkapitánya Gergely Máté sajnálja, hogy az első fél időben elkerülhető gólokat kaptak, így az Újpest viszonylag korán meg tudta fordítani a mérkőzés állását. Megbeszéltük, ki fog nagyjából kivel menni, ki melyik embert fogja fogni, és hát ez egy kicsit így nekem csalódás, hogy pont ezekből a szituációkból kaptunk gólt. Nem tudom, én összességében szerintem elégedettek lehetünk, nem tudom, nekem nagyon ez egy nagyszerű élmény volt, hogy tényleg ebbe a környezetben ennyi ember előtt tudtam futballozni, és ez Tomi jól mondta ugye meccselőt, hogy ez talán egy olyan élmény, ami ebben az amatőr futballisták részére egyszer adódik az életbe. Az Újpest vezetőedzője a mérkőzést követően úgy értékelt, csapata jól reagált a korán bekapott gólra, ahogy pedig telt az idő, a játékosai egyre magabiztosabbá váltak. Amikor egy általunk nem ismert csapathoz látogatunk, akkor természetesen nagyon nehéz az első néhány perc.
A Máté Szalka nagy lendülettel és szenvedélyesen kezdte a meccset, ami így is kell, hogy történjen, nekünk viszont kellett egy kis idő, hogy felpörögjünk. Fontos volt, hogy a bekapott gól után ne essünk pánikba, és tartsuk magunkat a tervekhez. Az egyenlítő gól majd a vezetés megszerzése után már egyre könnyebben mentek a dolgok, mondta el Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője. A Máté Szakán kívül a megyében két csapat volt még érdekelt a Magyar Kupa főtáblájának harmadik fordulójában, a Kisvárda a BVSC Zugló otthonában, míg a Nyíregyháza Spartakusza Monostorpályi otthonában győzött 2-0-ra, bejutva ezzel a legjobb 32 együttes közé. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Egy éve kapott városi rangot Nyírbogát, a történelmi eseményre nagyszabású ünnepséggel emlékeztek pénteken a településen. Az egyéves évfordulón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a folyamatos fejlesztések és a közösség összetartó ereje emelte városi rangra Nyírbogátot. Az ünnepi alkalmon városi elismeréseket is adományoztak azoknak, akik sokat tettek a településért. Először adott otthont a gyümölcs termesztő Szabolcs-Szatmár Bereg megye a földművesek emléknapjának. A választás Tuzsérra esett, mert a településen 300 éves múltja van az almatermesztésnek, ráadásul 2018-ban nemzeti, tavaly pedig uniós oltalmat kapott az itt termesztett gyümölcs. A rendezvényen elhangzott, nehéz időszakban mutatkozik meg igazán, hogy az agráriumban dolgozók milyen fontos szereplői a nemzetgazdaságnak és nélkülözhetetlen tagjai a hétköznapjainknak. Forma 1 a Szántóföldön, így foglalta össze a Baktalóránt házán rendezett szántóverseny lényegét az esemény főbírója. Az Északi Agrárszakképzési Centrum immár 5. alkalommal szervezte meg az eseményt, 8 iskola tanulója mérte össze tudását, de itt a gyorsaság helyett a pontosságra kellett figyelnie elsősorban a résztvevőknek. Szeptember 19-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták. Jön nem sokára az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is. Várjuk majd önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfő este borult marad az ég, de az előrejelzések szerint eső nem lesz. A hőmérséklet azonban 10 fok alá esik. Kedden napközben többfelé várható eső, a napot alig fogjuk észrevenni. A hőmérséklet az őszt fogja idézni, 14-16 fok várható. A jelenlegi előrejelzések szerint ezen a héten több csapadék már nem esik, de folyamatosan borult lesz az ég. A hőmérséklet 15-17 fok között alakul.